Szegényeknek ársapka, gazdagoknak noársapka. Burgonyából, ha jól tudom, 50% importra szorulunk, tojásból meg 20%-ra, egy olyan ország, ami 30 millió ember tudna élelmezni. Senki nem gondolja, hogy mostantól örökre így lesz, hogy majd a mindig kiáll Gulyás Gergely és bemondja az árakat, de ugyanakkor meg nem látjuk, hogy mitől lenne ennek vége. Miközben az oroszok ugye tönkreteszik az ukrán infrastruktúrát, közben ők veszítik el a háborút az ukrán keleti frontot, tehát mind a két fél lényegében morzsolja föl önmagát. Tényleg többféle tojás van. Ahol a független kritika divatba jött. Emlékezzünk Bajnai tojásaira is. Péntek este 10 előtt 5 perccel. A hipóárát is maximálni kell, abba kell áztatni a tojásokat. Kizárólag az ATV. Aki tojásokon lépked, annak óvatosnak kell lennie.